Erdélyből, Kárpátaljáról, a Délvidékről, Felvidékről és Magyarországról érkezett 300 diák sátorolja Újhelybe a Magyar Tanárok és Diákok találkozójára. A vendégeket a város nevében Kracson Norbert önkormányzati képviselő köszöntötte. A város életében ez a hét egy fontos alkalom, hiszen sátorolóhely korábbi időszakokban, illetve ezen a rendezvényen keresztül is fontosnak tartja, hogy ápoljuk a magyar-magyar kapcsolatokat a anyaország és a külhoni testvéreinkkel. Az eseményt a Rákóczi Szövetség támogatja, akiknek fontos az elszakított területeken élő fiatalság. Ők az a korosztály, akit meg tudunk szólítani, ezért érezzük fontosnak, hogy a középiskolások, akik leginkább fogékonyak az ifjúság köréből arra, hogy magyarság tudatukban megerősítjenek, el tudjanak jönni ebbe a táborba. Kelemen Erzsébet székelyudvarhelyi tanárnő a kezdetektől részt vesz a találkozón. Azt mondja, mindig nagy élmény számára ez az egy hét. Barátságokat kötnek. Most is, ahogy érkeztünk is, szaladtak körbe, hogy na, itt vannak a Békés Csabaiak. Együtt fociztunk a tavaly. Na, lássuk, hogy ki tudott eljönni, ki nem tudott eljönni. Sőt, szerelmek is. Van úgy, hogy megyünk hazafelé, és még a fiúnak is könnyes a szeme. Az ünnepélyes megnyitón dr. Vakles Attila, Királyhelmeci esperes mondott ünnepi beszédet. Arra kérte a fiatalokat, hogy ez a hét a megmaradás hete legyen számukra. Ezt vigyétek tovább, ezt az üzenetet, hogy magyarnak lenni jó, de csak úgy maradunk meg, ha a keresztény nemzeti értékeket komolyan vesszük, és ezekre az alapokra építünk. A tábor szervezője Szajkó Gábor, a Rákóczi Szövetség Sátoraljaújhelyi Szervezetének elnöke, igyekszik tartalmas programot szervezni a gyerekeknek és tanáraiknak. És ezek a programok évről évre ismétlődnek, de ugye a Zemplén kínál egy lehetőséget, és ezzel tudunk élni, meg ezzel akarunk élni, hiszen be akarjuk ezt a tájat mutatni. Kirándulások, előadások, koncertek és táncház színesítik a 13. Magyar Tanárok és Diákok Találkozójának egyhetes programját.